Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Szentesi Délkertész Bokréta ünnepéről. Köszöntöm Nagy Péter Sándort, a Szentesi Délkertész elnökét. Elnök úr, mit jelent a délkertész életében ez a Bokréta ünnep? Köszöntöm én is a televízió nézőit. Hát ez egy nagy ünnepség, egy szakasza az építkezésünknek, hiszen ha visszaemlékszünk rá, akkor napra pontosan majdnem 2 hónappal ezelőtt tettük le az alapkövét ennek az épületnek, és mára most el tudjuk mondani, hogy azért van Bokréta ünnepség, mert az épület elérte a legmagasabb fokát. És innentől kezdve most már jön a teljes beépítettség, elkezdődik, én azt gondolom, hogy ütemszerűen nagyon jól állunk. Elmondaná a nézőknek, hogy mit jelent ez az építészeti fogalom, hogy Bokréta ünnep? Igen, ez a Bokréta ünnepet akkor szokás tartani, amikor az épület eléri a legmagasabb fokát, amit el is értünk így 2 hónap után. Ennek a Bokréta ünnepnek a keretében, ahogy itt mellettünk is látható, vagy egy Bokréta fát, vagy egy Bokréta csokrot helyez el az építető a legmagasabb fokára az épületnek, és itt általában kijelölnek egy ácsot vagy egy pallért, aki ezt fölhelyezi, ezt a Bokréta csokrot vagy Bokréta fát, és mond néhány jó szót mind az építetőnek, mind az építésznek, és az Isten áldását kéri erre az épületre. És mi azért egy hagyományőrző szövetkezet vagyunk, és ebben a hagyományőrző szövetkezeti rendszerben számunkra fontos, hogy ezt is megünnepeljük egy nagyon szerény, szolíd körülmények között, de megemlékezünk arra, hogy egyáltalán mikor, milyen állomással, hol tartunk ennél az építkezésnél, és ahogy az Isten áldását megadják erre az épületre, az követően egy szerény lakoma szokott lenni az építető és az építő között. Nyilván néhány jó szót szól mindkét résztvevő ennek érdekében. Én azt gondolom, hogy elérkeztünk egy állomáshoz, és folyamatosan szeretnénk is ezt publikálni, nem csak itt a szűk közösségünkben, hanem tágabb értelemben is, hogy a jelen gazdasági körülmények között is azért mi a hagyomány mellett az innováció és az előrehaladás érdekében dolgozunk folyamatosan. Milyen céllal vágtak bele ebbe a beruházásba, hány négyzetméteres lesz a csarnok, és milyen részekből fog állni? Köszönöm a kérdést! Ebben a beruházásban végső soron már 2020 nyarán belekezdtünk ennek az egésznek a tervezésében, hiszen azt láttuk, hogy a tagságban egy fejlődési irány van. Ez a fejlődési irány az, hogy új üvegházak, fóliaházak megépítése történik, vagy van tervezésben, és ezen kívül még nagyon sok termelőnk szeretett, akart, és közben meg is valósított olyan technológiai fejlesztéseket, amellyel még több, nem csak, hogy még több termőfelület, hanem több termés is tud, vagy tudott bejönni a tészhez. Én azt gondolom, hogy ezen a 2020 nyarától kezdve fölmértük a tagságnál, hogy milyen fejlesztési igények vannak. És ezeket a fejlesztési igényeket összegyűjtöttük, és azt láttuk, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben körülbelül 20-24 hektárnyi plusz felület fog képződni a tagságban, amely jelentős mértékű mennyiségi növekedést is fog eredményezni a szövetkezetnél. Ez azt is jelentette, hogy a jelenlegi meglévő kapacitásunk erre nem lesz elegendő. Tehát ha hatékonyan, innovatívan akarunk továbbiakban is dolgozni, úgy, hogy a minőséget mindenáron meg kell őrizni, ez az elsődleges, az élelmiszerbiztonság ne sérüljön, ahhoz váltanunk kell, és egy sokkal nagyobb léptéket kell előre vinnünk annak érdekében, hogy ezeket a fő szempontokat meg tudjuk tartani. Ezért is indult el a tervezés 2020 végén, hogy megalkossuk ezt a nagy beruházást. Nyilván megmondjuk őszintén, hogy a körülmények, a törvényi és jogszabályi körülmények azért segítették azt, hogy a beruházást fölgyorsítsuk. Mert a mi elképzelésünk az volt, hogy 2021-ben ezt a beruházást megtervezzük szép, nyugodtan, és teljesen át fogjuk nézni, hogy mit kellene megvalósítani, és majd 22-ben elkezdjük ezt a beruházást. Ám a jogszabályok 2021 januárjában úgy alakultak, amit vétek lett volna nem kihasználni. A TESZEK operatív programjához kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás egy olyan plusz magas intenzitást
adott ezekhez a beruházásokhoz, amit ha nem használjuk ki, akkor elveszítjük azt a 2021-2022-es lehetőséget, ami ebben az átmeneti közös agrárpolitikai támogatásban rendelkezésre áll. Minden egyes elvesztegetett idő nem csak pénzt, hanem lehetőséget is elhalasztott volna ezzel a szövetkezet. Ma azt gondolom, hogy az a hosszú munka, amit 2021 év elején elkezdtünk, és fáradhatatlanul végig görgettük a beruházás előkészítését, tervezését, a tagsággal való folyamatos konzultációt, elfogadtatást, rendkívüli munkát végeztünk kollégámmal, Janó Imre telepvezető és kereskedelmi vezető kollégámmal együtt, ami azt gondolom, hogy még a szabadidőnk jelentős terhére is ment, de én azt gondolom megérte. Ma a jelenlegi gazdasági, világgazdasági körülmények, a háborús helyzetet nézve nagyon jól döntöttünk. A lehető legutolsó pillanatban, de a legjobban döntöttük, hiszen ha nem így határozunk 2021 tavaszán, hogy ezt már pedig meg kell építenünk, és el kell kezdenünk a beruházás 2021 őszén, és be kell fejeznünk 22. december 31-én, akkor esélyünk sem lenne, hogy ma jelen pillanatban itt tartsunk. Valószínűleg néhány évvel akkor el kellett volna halasztani ezt a beruházást, de akkor viszont nem tudtunk volna olyan feltételeket teremteni a következő évre, 2023-ra, ami elengedhetetlen a megnövekedendő termésmennyiség, amit a tagok behoznak termésmennyiséget. Azt az áruallapot, ami képződik az elkövetkezendő következő években, azt csak ezzel a kialakított új komplex logisztikai csarnok épülettel együtt meglétével lehetséges. Hiszen, ahogy kérdezte, ez egy 10.500 négyzetméternyi alapterületű hatalmas új logisztikai csarnoképület, és azért mondjuk, hogy ez komplex logisztikai csarnoképület, mert ebben nem csak hűtőházak vannak. A hűtőház az 6.700 négyzetméternyi terület, 4 nagy hűtővel, ezek 1.100 négyzetméternyi alapterületű, ehhez kapcsolódik még 2-350 négyzetméternyi alapterületű kisebb hűtő, de itt tartalmaz két nagy göngyölektárolót, egyenként 400-400 négyzetméter alapterületű, és tartalmaz egy 250 négyzetméter alapterületű csomagoló anyag tároló részt. Azt hozzá kell tennem, hogy egyre inkább a higiénia miatt megkövetelik az áruházláncok, hogy a göngyölekeknek zárt helyen kell lenni, és a zárt helyen lévő göngyölektároláshoz meg nyilvánvalóan helyet kell biztosítani. Azt látni kell, hogy Nyugat-Európában a nagy logisztikai központok sem kis területen helyezkednek el, nem véletlen, hiszen egyrészt a higiéniai okok miatt, másrészt a nyomon követhetőség, élelmiszerbiztonság, másrészt pedig az egész logisztikai kereskedelmi csomagolásnak a folyamat automatizált rendszerének kialakítása miatt ezek elengedhetetlen és szükségszerű kötelezettségek, hogy ilyen tereket megvalósítsunk. Azt látni kell, hogy a jelenlegi infrastruktúránk erre már nem tud lehetőséget biztosítani, ezért kvázi egyfajta zöldmezős beruházásként kellett ezt megvalósítani. Hozzáteszem, ebben a 10.500 négyzetméternyi alapterületű nagy komplexumban lesz egy 1.300 négyzetméternyi csomagoló tér is. A meglévő 1.800 négyzetméternyi csomagoló térre fog ráilleszkedni, egyébként az egész épület is, és így már szinte megduplázzuk a csomagoló területünket, ahol még több automatizált géppel tudunk csomagolni, és még nagyobb kapacitással tudjuk kiszolgálni az áruházláncokat. És azt se felejtsük el, hogy a logisztikának egyik fontos része, hogy minél gyorsabbá tudjuk tenni az árumozgást, ehhez pedig rendelkezésre fog állni egy 1.800 négyzetméternyi alapterületű, úgynevezett kommisiózó előkészítő terület, ahol 16 kamionnyi ráállással tudjuk biztosítani a folyamatos be- és kiáramlását az árunak. Ez jelentős mértékben meggyorsítja azt az árumozgást, amit jelenleg lehetőségként adott számunkra. Jelen lesz a robotizáció, és milyen gépek fogják segíteni az önök munkáját a jövőben itt? Jelenleg azt tudom mondani, hogy folyamatosan tárgyalunk holland cégekkel, és legutóbb is voltunk körülbelül egy hónappal ezelőtt Hollandiába egy rövid látogatásra, hogy megnézzük, hogy a holland
tészek, illetve nagyobb logisztikai kereskedelmi cégek valójában hogyan is működnek. Hiszen nekünk a példa az, hogy a nyugat-európai mintához hasonlóan egy olyan automatizált, digitalizált folyamat logisztikát alakítsunk ki, ami ott van. Nyilván ahhoz, hogy azt a szintet elérjük, nagyon sok évnek kell eltelnie, de mi, nekünk a célunk az, hogy azt elérjük, hiszen az látható, hogyha hatékonyan akarunk, és költséghatékonyan akarunk dolgozni, és a jelen állás szerint az árak ugyan korlátosan tudnak emelkedni, tehát két dolgot kell nekünk ebben a gazdasági helyzetben megoldani. Egyrésztről, hogy igyekezzünk minél több árat elérni a termelők költségeinek a finanszírozásához, másrészt a mi tevékenységünket folyamatosan hatékonyabbá kell tenni. Tehát a két feladat között ez az egyik, hogy költséghatékonyabbak lehessünk. A költséghatékonyságnak nyilván egy teljesen új rendszert kell kialakítani. Ez azt is jelenti, hogy most fölül fogjuk vizsgálni az egész jelenlegi csomagolási folyamatainkat. Folyamatosan tárgyalunk, ahogy mondtam, holland cégekkel, holland szaktanácsadókkal, illetve olyan magyar logisztikai szakemberekkel, akikkel ki tudjuk alakítani azt, hogy a megépülő infrastruktúra és a meglévő infrastruktúra összekapcsolásával hogyan tudjuk kialakítani a már meglévő automatizált gépsorainkat és a jövőben szándékozni kívánt, beüzemelni kívánt új automatizált gépsorokat egy folyamatrendszerré kialakítani. A robotizáció már a folyamatnak a vége. Azt is kell látni, hogy szeretnénk a hűtőházainkban egy olyan polcrendszeres raktárrendszert kialakítani, aminek a vége, ami nyilván nem egyik hónapról a másikra, hanem az egy tényleg egy hosszú folyamat végeredménye lenne, hogy adott esetben robot tudja az áru kezelést a hűtőházon belül megoldani. Nyilván ez már a jéghegy csúcsa, előtte még a teljes folyamatlogisztikát kell kialakítani, úgyhogy ennek ez egy hosszú folyamat, de ezt már elkezdtük tavalyi év végén, és ez az év valószínűleg rá fog menni ennek a tervezésére, annak érdekében, hogy a következő 23-tól 29-es TESZEK 7 éves operatív programjában ezeket szépen föl tudjuk építeni, és mindenképpen a támogatási lehetőségek kihasználásával ezeket lépésről lépésre ki tudjuk alakítani. Szeretnénk ennek érdekében a 7. évvégére azt elmondani, hogy a teljes folyamatlogisztikát kialakítottuk, és akkor méltán mondhatjuk azt, hogy kezdjük utolérni a nyugat-európai mintát, ez a cél, hiszen az látszódik, hogy a költségek azok nem csökkennek, és a hatékonyságot mindenek előtt szem előtt kell tartani, hiszen az a célunk, hogy a szövetkezet termelői továbbra is gazdaságosan, jövedelmezően tudjanak működni, hiszen egy szövetkezet csak akkor életképes, hogyha a megfelelő termelői bázissal rendelkezik. Milyen szempontok alapján választják ki a csomagológépeket? A szempontok elsősorban az, hogy mik a jelenleg és jövőbeni igények a fogyasztó részéről, hogy milyen terméket szeretnének, milyen fogyasztási szokások alakulnak ki, és a fogyasztási szokásokkal milyen kényelmi feltételeket támasztanak a beszállítók felé. Ez alatt értem azt, hogy milyen csomagolási szortimentben várják ezeket a friss zöldségeket. Többek között nyilván a fő profiljainkról beszélünk, a fehér paprika és vagy a paprikafélék és a paradicsomfélék esetében. Folyamatosan figyeljük a fogyasztói igényeket, és az a célunk egyébként, hogy hogy egyre inkább arra törekedjünk, hogy a csomagolt termékek aránya folyamatosan nagyobb legyen. Ezért nem véletlen van az, hogy a tavalyi évtől egy új marketing koncepciónk is van, amelynek nem csak a reklám értéke, nem a reklám és a marketing tevékenység, hanem az is tevékenységünk, hogy folyamatosan kutassuk, folyamatosan felmérjük a fogyasztók szokásait. Nem véletlen az, hogy a paprikafélék szortimentjében a fehér paprika, kápia paprika és a hegyes erős paprika mellett megjelent nálunk most már a kalifornia paprika, és azt is el kell mondanom a kedves nézőknek, hogy egy hónapon belül megindul, vagy egy hónap múlva beindul a Pritamin paprika is, amelynek itt ebben a térségben amúgy is nagyon nagy hagyománya volt, és emellett ez a paprika fajta, a Pritamin paprika is a szentesi paprika, tehát oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezik, és emellett hungarikum is. Ezt meglovagolva egy külön
védjegy alatt egy reklám szlogennel szeretnénk ezt elsősorban külföldre, de a belföldi áruházakban is megjeleníteni. Tehát mi célunk az, hogy folyamatosan figyeljük a fogyasztói szokásokat, a fogyasztói elvárásokat, és ennek mentén alakultsuk ki, és tegyük be a csomagolási kapacitásainknak megfelelően az újabb és újabb automatizált gépsorokat. Egyébként el kell mondani, hogy jelentős mértékben emelkedett nálunk a paradicsom különlegességek, a koktél, a seri és a datoja termesztő felülete, és ezeknek a csomagolása rendkívül munkaigényes. Erre vonatkozóan már biztos, hogy lesz egy-két olyan új automata gépsor, amit bekívánunk illeszteni már rövidesen, akár a jövő évben is a vásárlásainkba, és ez természetesen hozzá kell illeszkedni ahhoz a folyamat logisztikához, amit szeretnénk megvalósítani. Azt szeretnénk, hogy a csomagoláson belül egyre kevesebb legyen az a kézi erővel kifejtett mozgás, és egyre több legyen az, amit a szallagrendszerek végeznek, hiszen azt látni kell, hogy egyre kevesebb, tehát egyre inkább nehéz kevesebb olyan munkaerőt találni, ahol nagy fizikai erőkifejtés van. Ez a világ, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell, és ehhez megfelelően kell kialakítani a logisztikai rendszerünket. Hány tonna az éves kibocsátásuk, és mennyivel szeretnék ezt növelni? Az elmúlt időszakban 24-25 ezer tonna között volt az a értékesített termékmennyiség, ami ezen a telepen mozdult meg. A fejlesztésekkel, a beruházásokkal együtt el fogjuk érni a 30-31 ezer tonnát is. Ez az elsődleges célunk, utána megyünk tovább. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok! Én is köszönöm szépen a lehetőséget! Köszöntöm Farkas Sándor agrárminiszter helyettes urat, aki a térség országgyűlési képviselője is. Kérem, engedje meg, hogy gratuláljuk a kinevezéshez, és mondja el a Purca TV Agrárpercek nézőinek, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a megbízást. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt először is. Milyen érzés átvenni egy ilyen okmányt, vagy talán mondhatnám megbízó levelet? Hát az ember életében nagyon kevésszer adatik meg egy ilyen ünnepi pillanat, amikor a köztársasági elnök és a miniszterelnök személyesen adja át ezt a megbízó levelet. Én azt gondolom, hogy egy ember életében, talán egy mezőgazdász életében ez meg különösen izgalmas és nagyon szép. Mondhatnám azt, hogy talán a túlzás nélkül talán az életem munkájának egyik komoly elismerése, hogy ismét megkaptam ezt a bizalmat, megkaptam ezt a feladatot, ami természetesen komoly feladatnak kell tekinteni, mivel az agrárium az kiemelt stratégiai ágazata a magyar gazdaságnak, és hosszú távon is nagy feladataink, komoly elképzeléseink vannak ebben a háborús helyzetben, ami ugye megborította itt a térségünket, Európát, és nem utolsó sorban a Covid veszély után kialakult helyzet is felértékelte az agráriumnak a szerepét. Egy ilyen agrárminisztérium vezetésébe második emberként azt gondolom, hogy egy megtiszteltetés és nagy felelősség, ami nagyon fontos. Itt vagyunk most a Szentesi Délkertésznél a Vokréta ünnepen. Hogy ítél ön meg egy ekkora beruházást itt a válság kapujában? Mégis milyen jövőre lehet számítani a zöldségtermesztés berkekein belül? Igen, hát amikor tavaly, vagy már tavaly előtt elkezdtünk a tész vezetőivel arról beszélgetni, hogy milyen megoldások, milyen fejlesztési elképzelések vannak, akkor még csak szóba egyeztettünk, majd később, amikor elkészültek a tervek, akkor is egyeztettünk. Talán mondhatom, egy kicsit be is vontak ennek az itteni szakemberek ennek az egyeztetési elképzeléseibe, kikérték véleményemet, sok mindenről beszéltünk, és akkor, amikor idén tavasszal az alapkövet leraktuk, és most itt vagyunk május végén, amikor már szinte áll a csarnok, én azt hiszem, hogy ez is mutatja azt a példát, ha valaki valamit el akar indítani, és abban határozott elképzelés van, megvannak hozzá a források, megvan hozzá a kormányzati támogatás, akkor ilyen csodálatos létesítményt fel lehet építeni, amely a térség kertészeinek a biztonságos piacra jutását fogja szolgálni. Én hiszem azt, hogy sok jó lenne, hogyha sok ilyen hasonló beruházás épülne az országba, nem kimondottan a kertészet, hanem az egyéb mezőgazdasági termékek vonatkozásába, de ennek is megvannak a lehetőségei, mivel a kormányzat 4256 milliárd forint vidékfejlesztési forrással
számol, amelyből már 1500 milliárdot az elmúlt évben, vagy ez év tavaszáig felhasználtak a mezőgazdasági termelők, és további lehetőségek vannak. Én hiszem azt, hogy ezzel a magyar mezőgazdaság fel fog zárkózni, vagy utol fogja érni, vagy én bízom abban, hogyha ez a tendencia tovább folytatódik, ezek a lehetőségek megmaradnak, akkor nem csak, hogy utolérjük, hanem meg is fogjuk előzni az európai fejlett agráriummal rendelkező tagországokat. A gazdák továbbra is bíznak önökben, és számítanak az önök segítségére. Mégis itt van a hatalmas probléma, hogy asszálysultat a térség vagyunk folyamatosan, és az öntözésfejlesztés sajnos több sebből vérzik. Az egyik probléma, hogy ha például egyik gazda vagy földtulajdonos nem járul hozzá az öntözéshez, sajnos mindenki öntözését meghiúsítja. A másik probléma, hogy kritikus időszakokban nem elég a rendelkezésre álló víz, tehát még a fejlesztésnek is akadályai vannak. Ön hogy látja, hogy belátható időn belül lehet erre megoldást találni, esetleg a jogi környezeten változtatni? A jogi környezet adott, mert az öntözésről szóló törvény elkészült, és az öntözési törvény az lehetőséget biztosít ezeknek a problémáknak jelentős részben a megoldására. Itt van egy komoly kérdés, hogy a gazdák mennyire kívánnak öntözni, milyen lehetőségeik vannak. Aznak elhárult az akadálya, tehát ma már egy osztatlan földtulajdonban lévő területen is köteles átengedni a vezetéket, vagy az öntözővizet az adott gazda, tehát ezek a feltételek már nincsenek, már tehát meg lehet oldani. Inkább talán a legnagyobb gond az, hogy azok a kettős hasznosítású csatorna hálózat, amely a 70-es, 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek elejéig működött, ugye az a kárpótlási törvény során felmerült földterületek kimérése, szétmérése során ezeket jelentős részben megszüntették, feliszapolódott, nem karban tartották, és most erre kell komoly hangsúlyt fordítani, ezért alakulnak meg az öntözési közösségek, ezért alakul, és ezek külön támogatásban is részesülnek, hogy ezt a harmadlagos művek, mert az első és másodlagos műveket az központi kormányzati feladatként kezeljük, ebben komoly szerepet fog kapni az új minisztérium, Lázár János miniszter úr is, mivel az első számú, elsőfokú öntöző műveknek az újjáépítése, felújítása az ő hozzá fog tartozni, mint építési beruházási feladat, és utána jön a gazdatársadalom összefogásával az a lehetőség, hogy azokban a csatornákban megfelelő vízmennyiség, és nem utolsó sorban az a csatorna hálózat megfelelő karbantartásban legyen, mert ez egy alapvető feltétel, és akkor el fog jutni nagyon sok helyre a víz. Várhatóan a mai felméréseink szerint mintegy 120 ezer hektár az a terület, amelynek a kialakítása vagy újrahasznosítása most már küszöbön van, tehát a korábbi 100 ezer hektárhoz képest ma már olyan 220 ezer hektárral lassan tudunk számolni. Természetesen az, hogy milyen időjárási feltételek vannak, ez nagy mértékben befolyásolja a gazdáknak is az öntöző kedvét. Mikor nem esik az eső, mindenki öntözni akar, mikor esik az eső, akkor mindenki elfelejti ezt a kérdést. Sajnos ebbe következetesen kell végig egy gazdálkodási folyamatnak tekinteni az öntözést, és akkor sokkal hamarabb tudunk előrébb jutni. Én ebben optimista vagyok, mert a kormányzat is látja, hogy mekkora szükség van az öntözővízre, mennyire megváltoztak a klimatikus viszonyok, mennyire hektikussá váltak ezek a csapadékok, és én azt hiszem, hogy ha már pedig, ahogy előbb is említettem, stratégiai ágazatnak tekintjük az agráriumot, akkor ez a része is pár éven belül, mert ezt egyszerre nem lehet megoldani, egy pár éven belül több százezer hektáron lesz öntözés Magyarországon. Szentesen a közeljövőben milyen fejlesztések valósulnak meg? Remélhetőleg egy hónapon belül átadjuk a dr. Bugyi István kórháznak a belgyógyászati újjáalakított részlegét, amit én egy nagyon fontos dolognak tartok. Örülök, hogy itt vagyunk most ezen a helyszínen, ez is ebben az évben el fog készülni. Az ipartelepen is több nagy üzemcsarnok épül, tehát egy kicsit beindult ez a gazdasági élet Szentesen is. És maga a városban ugye a Kurcapart rendezése, a Makai híd és a Kórházi híd között, a Kis Zsigmond utca, a Kórházhíd, ott egy új körforgalom kialakításának a tervei is most már a végső fázisában vannak,
Tehát ezek azok a, talán a leghétköznapiak, de ugyanakkor nagyon fontosak a város életébe, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Köszöntöm dr. Sikai Miklós elnök urat a Szentesi Árpád Agrár ZRT-től. Elnök úr, ön mint a Délkertész egyik alapítója. Milyen érzés most itt lenni a Bokréta ünnepen, és mi a véleménye erről a beruházásról? Egyrészt öröm, fejlődést, fejlesztést látni. Sok évtizede hangsúlyozom, hogy vagy fejlesztünk, vagy abba hagyjuk a tevékenységet, legalábbis a piacit, mert kiszorul, aki nem fejleszt. És amikor a Délkertész 15. éve, vagy az azt megelőző másik 15-20 esztendő, amikor a korai zöldségtermesztési rendszert alapoztuk, gyakorlatilag a szövetkezeti összefogást akkor teljesítettük ki közösen, az alapozta meg azoknak a kertészeknek a leszármazottai, családjai alkotják ma is mind az Árpád szövetkezet zöldségtermesztésének zömét, mind azt a 350 családot, akiről itten szó esett. Amikor előre megyünk, és ezt látjuk, hogy a kertészek érdekében, a lakosság érdekében történik, a helyi adottságokat kihasználva, akkor azt remélem, hogy a termesztő berendezések korszerűsítése is tudja ezt követni, vagy kiköveteli, mint ahogy ezt a létesítményt is kikövetelte. Az a térségben most már több mint 100 hektár üveg és fólia felület, aminek a termékeivel magyarországi fogyasztók minden nap találkozhatnak. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra!